Kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok! A stúdióban itt van már Herényi Károly és Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogász. Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket! Jó estét! Az imént én már feltettem a kérdést, amit tulajdonképpen nem is én tettem fel, hanem L. Simon László, fideszes politikus, ugye volt kulturális államtitkár, most a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. Elképzelhető-e manapság, hogy egy házi orvosi rendelésre csak telefonon lehet bejelentkezni? Ez aztán egy nagy cunamit indított el egyébként a saját oldalán, és a rendkedvé hozzáteszem, hogy most már eltűnt ez a poszt az oldalról, és sőt, még azt is hozzáteszem, hogy mi kerestük egyébként L. Simon Lászlót, szeretük volna megszólaltatni, de Amerikában van még, egyébként le is írja ebben a posztban, hogy ezért nem tudott intézkedni az édesanyja ügyében, de azt ígérte, hogy jövő héten majd eljön a stúdióba, úgyhogy megkérdezzük róla őt is, mert hogy ez nagyon is elképzelhető, hát annyira, hogy nagyjából csak így lehet a Covid miatt, ezt maga a kormány hozta. Mit szólnak ez a mai poszthoz? Ez nagy vihart kavart. Hát csak annyit, hogy a protokoll előírások ezt így rögzítik, de a másik, az sokkal fontosabb, hogy a rendszerről ez egy olyan diagnózis, ami mindenkit érint. Tehát itt illendő lenne Kincses Gyula javaslatait megfogadni, és aki ugye a Magyar Orvosi Kamara elnöke, és ezt az egész rendszert átalakítani, és önálló egészségügyi minisztériumot létrehozni, erről szerintem kár többet beszélni, mert hát ő meg azt ír, amit akar az L. Simon. Hát persze, ő azt ír, amit akar, azt is írta, hogy nem értem, hogy jutottunk idáig, és azért erről még egy szót beszéljünk. Nem értem, hogy jutottunk idáig, és kéri, hogy ez senki se kenje a politikára és a háziorvosok fizetésére. Hát akkor kire kenjék ezt az emberek? Igen, hát ő nem érti, akkor nekünk nem, most nem vagyunk abban a helyzetben, hogy neki ezt most elmagyarázzuk, pláne, hogyha Amerikában van, de azért annyit mondhatunk, nem, de hogy azért illenék érteni, hát Viktor is törvényhozó volt hosszú ideig, kormány közeli ember, nyugodtan mondhatjuk, éppen azért kapta meg azt a pozíciót, amit megkapott, mert olyan pozícióban volt, amiben volt. Úgyhogy neki tulajdonképpen ezeket a dolgokat ismernie kell, hogy ő most csodálkozik rá, ez éppen azt mutatja, hogy mennyire out of touch, ahogy a britek mondják, vagy is, hogy nincs benne a mindennapokban, távol került az élettől, és az a rendszerről valóban sok mindent mond el, nem csak az egészségügyi irányításról, mert hogy az egészségügyi irányításban szükség van egy egészségügyi minisztériumra, ez olyan evidencia, amit minden óvodás tud, nem csak Magyarországon, hanem Európában, szóval a földgolyó bármelyik pontján, és kizárólag egy őrült elme gondolhatta azt, hogy nincs szüksége egészségügyi minisztériumra, talán most lesz, ez egyik tanulsága a dolognak, a másik az, hallott hogy valamit, döntés, azt, hogy talán most lesz. Ugye vannak már sajtóhírek, hogy alakul át a kormány, de ezek pusztán tényleg csak sajtóhírek, konkrétumot még nem lehet tudni. Úgy tudja, hogy lesz egészségügyi minisztérium? Valóban így van, tehát amíg a választásokig az események a választók szem előtt zajlanak, addig a választások után a dolog természetéből adódóan az események nem a választók szem előtt zajlanak. Minden kormányalakítás ilyen, ez a dolog természete, hogy viszonylag titokban, egyeztetésekkel zajlik. A magyar közjog, egyrészt a magyar politikai hagyományok is, és a mai politikai rendszer, a nem demokratikus politikai rendszer is azt mutatja, hogy a miniszterelnöknek van kormánya. Az, hogy kikerül a milyen minisztériumban, milyen minisztériumok lesznek, és azokat kik fogják vezetni, ez kizárólag a miniszterelnök döntése olyannyira, hogy a döntés pillanatáig még azt sem tudja, akit majd miniszternek fel fog kérni, mármint, hogy mondjam, javasolni fog a köztársasági elnöknek. Vagyis ebben a rendszerben senki nem tud semmit, nem tehetünk úgy, mint amit tudnánk, de minden esetre van ilyen igény, az egészen bizonyos társadalmi igény, hogy legyen egészségügyi minisztérium. Épp az a kérdés, hogy eddig nem volt. Herényi Károly, számít bármilyen változásra a struktúrában? Az ég ott a világon semmire. Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, és ő már nem abban a korban van, amikor az emberek változni szoktak, addig teljesen mindegy, hogy ki, melyik minisztériumnak újonnan létrehozott minisztérium, meg régi minisztériumnak a vezetője. Csak olyan ember lehet, aki szolgai módon minden szakmailag át nem gondolt, erkölcsileg nem megalapozott Orbán kérdést, vagy Orbán igényt képes kielégíteni. Tehát teljesen mindegy, hogy mi történik, az fog történni, amit ő mond. Most az ugye a hír, hogy Lázár János visszajön, ennek is van egy üzenete. Ő ki lett ebrudalva a kormányból, de miután jól viselkedett, rendes fiú volt, jól fésült, mindent úgy csinálta, hogy kellett, most szépen visszajöhet. Ez egy üzenet a Fidesz körbe, hogy kell viselkedni. Volt ilyen, hát Vaxler Tamás ugye, aki életében egyszer el mellett indulni annak idején, vagy 20 vagy 25 éve elnökjelöltként, ellenjelöltként, teljesen kitakarította a politikából, végül úgy jöhetett vissza, hogy az országház környékének az újjáépítéséről lett a felelős. Tehát ezek, magunkat hülyítjük,
hogyha, és bolondítjuk, hogyha elhisszük, hogy ezeknek van jelentősége. Hát az ég adta világon semmi jelentősége nincs. Olyan embereket hoz be, és sajnos egyre alacsonyabb a kormányzás színvonala, minden tekintetben szakmai, intellektuális, erkölcsi színvonalat értem ez alatt, akik a legszolgaibb és a leghűségesebb módon kiszolgálják, mert itt nem a szakmaiság, nem a szakmai elköteleződés, hanem a hűség az elsődleges. Ezért kéne egy olyan ember például a kormányba, ha Kincses Gyulát választaná, aki szakmailag, emberileg kifogástalan, akkor azt mondanám, hogy van változás, de hát ez nyilván eszébe se fog jutni. Az ő neve nem vetődött fel egyelőre a sajtóban, de ha már Lázár Jánost említettem, mert hogy az ő neve tényleg felvetődött, itt van előttem egy hír, valószínűleg ezt nem látták, mert aközben érkezett, mikor jöttek be a stúdióba. Lázár János olyat tett, amilyet fideszes eddig sosem üzent Márki-Zay Péternek a béke és a konszolidáció jegyében. Én jól emlékszem, akkor a választások előtt vagy után közvetlenül beszéltek arról, hogy majd leülnek egyeztetni. Most viszont egy Facebook bejegyzésben munkamegbeszélésre hívta Márki-Zay Péter polgármestert Lázár János. Ő azt mondja, hogy a választási győztesnek nem pusztán joga, hanem felelőssége is a béke és a konszolidáció érdekében cselekednie. Mit szólnak ehhez? Fodor Gábor itt volt a minap, és azt mondta, hogy nem tudom, hogy ilyen gesztusra gondolta, de azt mondta, hogy gesztusokra lenne szükség, mert ez a negyedik kétharmad, és most már jó lenne, hogyha gesztusokat is tenne a kormány, például az ellenzék felé. Köszönöm. Igen, ez valóban így van. Lázár Jánosnak természetesen ebben igaza van. A kérdés az, hogy eddig miért nem lehetett ezt a gyakorlatot folytatni, de az már elmúlt, hagyjuk minden esetre most. Úgy áll a helyzet, hogy valóban egyfelől Lázár János tényleg megengedett magának bizonyos dolgokat, amit esetleg más politikusok, alvezérek, Fidesz alvezérek nem engedhetnek meg maguknak, és bizonyos fokig külön utakon járt, éppen ez okozta az ő kegyvesztettségét, túl nagyra nőtt, ha úgy tetszik, de most visszatérőben van méltán, mert hiszen sokat dolgozott azért, hogy visszatérjen, és ez volt a fő vágya, és most ez teljesülni látszik. De akkor is még elindulhat ezen a saját úton. Ugyanakkor azt kell mondanunk, bár a hír egészen friss, de bizonyos jelek arra utalnak, hogy nem csak Lázár János fejében fogalmazódott meg a konszolidáció gondolata, vagy igénye, vagy vágya, hanem alig, hanem ezúttal kivételesen létezik egyfajta társadalmi igény is a konszolidációra, és talán a miniszterelnök fejében is megfogalmazódott ez a terv már. Ezt miből gondolja? Eddig mindenki arról beszélt minden választás után, hogy most, ha már ugye a kampánynak vége, a turbulenciának vége, most akkor tényleg konszolidálható a rezsim, ha úgy tetszik. És mindig bebizonyította a rezsim, hogy konszolidációra nem képes, a rezsim természetéből adódik, hogy egyre inkább befele megy egyfajta rendszerbe, és ha majd megérjük ennek a rendszernek az utolsó napját, még azon a napon is befele fogunk menni, mielőtt megbukik a rendszer. Ugyanakkor most úgy fest a dolog, hogy a nemzetközi környezet olyan különösen alakult, elég csak a háborúra gondolni, de az Európai Uniós viszonyokra is, az amerikai viszonyokról már nem is beszélve, hogy egyfajta elvárás mégiscsak van, és a gazdasági helyzet is annyira nehézkes, olyan nehéz idők jönnek, kifejezetten nehéz idők jönnek most, hogy a gesztusokra, nem hatalmas gesztusokra természetesen, de bizonyos fajta párbeszédre, megértésre most szükség mutatkozik, olyan parancsolóan mutatkozik ez a szükség, hogy talán még ez a furcsa rezsim, amely eddig nem volt hajlandó, még talán ez is fel fogja ismerni ennek a jelentőségét. Párbeszédre itthon, vagy párbeszédre Brüsszellel, vagy külfölddel, Herényik? Egyáltalán egyetérte ezzel, vagy vitatkozik? Hát mi elég régóta egyetértünk nagyon sok mindenben, mert van közös múltunk Ricsivel, de hát párbeszédre minden normális világban, minden normális országban és minden normális politikában nagy szükség lenne. Visszatérve Lázár János gesztusára, ez valóban üdvözlendő, van egy nagyon nagy kérdés, hogy ez mennyire igaz. Tehát, hogy igaz szándékok vezetik ki, vagy pedig olyan szándékok, ami általában az Orbán kormány összes tevékenységét a PR érték. Tehát, hogy ennek milyen reklámértéke van, politikai reklámértéke van, mert hát nyilván az van neki, és akkor erről beszélnek, ezzel napirendet lehet meghatározni. De vége a választásoknak, nem? Tehát, hogy most már olyan nagy... De most építi tétje. Magát. Tehát ő most meg akarja különböztetni magát a többitől, és erre ez egy nagyon jó fogás, és egy nagyon jó gesztus. És tényleg így van, hogy miért most kell ennek erre sort keríteni? Hát miért nem lehetett idáig is? Hát miért kellett úgy szembeállítani az ország két felét, akinek nem tetszik a Fidesz kormányzás, és aki inkább az ellenzéket támogatja, az a nemzet ellensége lett, a kereszténység ellensége. Hát ezt most ilyen gesztusokkal nagyon nehéz lesz egyik napról a másikra kisinyítani, és azt mondani, hogy gyerekek, új világ jön, minden megváltozik. Ugye Orbánnak a gesztusa
az, hogy ma nyilatkozta, hogy az első hivatalos útja az Vatikánba vezet a pápához, de hát az egy olyan hivatalos látogatás, ami egy magánkihallgatás. Hát én azt elhiszem, hogy sokkal jobb magánkihallgatásra a pápához menni, mint az Európai Ügyészség vezetőihez, mert lehet, hogy egyszer arra is sor fog kerülni. Na de azért ennek is csak gesztus értéke van. Tehát ennek politikai hozama, politikai értelme Magyarország szempontjából abszolút nincs. Tudjuk, hogy a pápa az ukrán-orosz háborúba milyen állást foglalt, azt is tudjuk, hogy Orbánnak mi az állásfoglalása. Hát most megpróbálja a saját vatikáni megítélését valamennyire javítani, de rajtunk ez az ég adta világon semmit nem fog változtatni. Ezt csak azért részleteztem, mert végre világosan kéne látni, hogy mi van a háttérben. Tehát a háttér az érdekes, hogy mi motiválja ezeket az embereket, és ahogy mondtam, olyan nagy változásai nem számítok, hogy itt alapvető dolgok másként lennének átgondolva, mint idáig. Volt már egy kormányülés, és ha már az ukrán-orosz háborút említette, vagy az ahhoz való hozzáállást, Szijjártó Péter azt mondta a kormányülés előtt, hogy nukleáris fűtőelemeket szállító repülőgép érkezett Oroszországból, szerint ennek stratégiai, nemzetbiztonsági fontossága van. Nagyjából ennyit mondott, ezt nem részletezte. Paks 2-ről nem hallunk, tehát egyelőre az az utolsó információ, hogy megépül, meg az is, hogy nem épül meg, mert hogy az Európai Parlamentben a fideszes képviselők megszavazták azt a bizonyos EP állásfoglalást, hogy nem épülhet meg. Lehet ebben változás, és ez megint külpolitika, hogy változtatnia kell az orosz barátságra, rá lesz erre kényszerítve a magyar kormány? Igen. Igen is, meg nem is, hogy a kedvenc válaszunkat mondjuk, de valóban mindkét válasz megindokolható. Bizonyos fokú változásra én engedelmet kérve számítok. Olyannyira, hogy azt mondhatjuk, hogy egyelőre a retorika természetesen azt állítja, hogy Paks 2 mindenképpen meg fog valósulni. Azt már károsztatom, hogy az ellenzék is éveken át ezt mondta. Holott a kormánynak annyira fontos volt Paks 2, hogy a teljesen biztos 2014-es választás előtt is, ahol a győzelme egészen bizonyosan kiszámítható volt, már akkor néhány héttel korábban megkötött a beruházási szerződést, éppen azért, hogyha bármi történjék is a választáson, azért a Paks 2 az sorsa biztosítva legyen. Fontos ennek a kormánynak a Paks 2. A nemzetnek azonban nem, az ország érdekének ez nem szolgálja, ennek ellenére úgy áll a helyzet, hogy a kormány igyekszik ezt legalábbis napirenden tartani. Most azonban olyan változások vannak éppenséggel az orosz-ukrán háború miatt és az Európai Unió hozzáállása miatt, hogy nem valószínű, hogy megvalósul. Ugyanakkor én azt mondanám, hogy az ellenzéknek nem azt kéne hangsúlyozni, hogy nem fog megvalósulni, mert hiszen jobb félni, mint megijedni, és jobb napirenden tartani ezt a témát, mert ez egy olyan téma, amivel a közönségnek egy jelentős része egyet képes érteni, ráadásul a nemzet érdeket is azt szolgálja, hogyha ez a beruházás nem valósul meg. Vagyis összességében azt mondanám, hogy bizonyos fajta változásokra itt számítok, és akár még az is megtörténhetik, adja az ég, hogy ebből a beruházásból nem lesz semmi, így is elég sok pénzt és időt elvitt. Erejé Károly, számít ebben változásra? Én az elejétől fogva azt mondom, hogy ez egy olyan beruházás, ami 200 év alatt se fog megtérülni. 12 ezer milliárd euró ennek a beruházásnak az akkori költsége, ami nyilván azóta jelentősen megnőtt. Ráadásul, amikor az első paksi atomerőbe épült, akkor Magyarország tele volt orosz mérnökökkel és orosz technikusokkal. Ma Magyarországon nem mérnökök és technikusok, hanem jogászok vannak. De hát nem véletlenül késlekedik itt az építkezés, hiszen óriási késésben vannak. Ez technikailag nincs előkészítve, sehogy sincs előkészítve. Úgyhogy én abban bízom, hogy ez nem fog megvalósulni, hanem már csak az áram miatt és a megtérülés beláthatatlan költségei ideje miatt is, hanem hát olyan alternatív energiaforrások felkutatása fog megtörténni. Egyébként, ami idáig történt, a 85%-os energiafüggőség Oroszországtól az egyenlő egy hazaárulással. Tehát ilyet komoly ország, komoly vezetői nem követhetnek el, hogy annyira odakötik magukat egy ráadásul Európai Unión kívüli. Ráadásul olyanhoz, aki az Európai Unióval határozottan és konkrétan szembe áll. Tudom, a németekkel megvan a kapcsolatuk, az se egy teljesen tiszta ügy, de hogyha itt nem történik azonnal változás, vagy nem kezdődik meg a változás előkészítése, hogy ez az energiafüggőség megszűnjön, akkor nagyon nagy bajba leszünk, nem véletlenül gátolja Orbán a teljes energiaembargót az Unió részéről, pedig hát nyilván ez nagyon fontos része lenne az orosz-ukrán háború megoldásának. Uraim, köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük.